Jávor Benedek az Együtt PM képviselőjelöltje, hát már nem, most már kijutott képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye úgy van ez, hogy Bajnai Gordon az első a listán, aki kijelentette eleve, hogy nem megy, tehát jön a második a listán. Ön volt, irány Brüsszel. Gratulálok! Köszönöm szépen! Az, hogy ez összejött, ebben azért az utolsó pillanatig sem sokan hittek, még önök közül sem feltétlenül. Tehát az ember jó néhány politikussal beszélget, ez a szakmánk, és rengeteg kételyt fogalmaztak meg, hogy hogy fog ez sikerülni. Hogy elég erős volt-e a kampányuk, hogy Bajnai Gordon üzenetei átmennek-e, hogy önök mellé tudtak-e úgy állni, hogy ha Bajnairól tudjuk, hogy nem megy, akkor elfogadják-e például azt, hogy majd megy Jávor Benedek helyette. Hát ez sikerült. Sikerült, és mi az elejétől kezdve hittünk abban, hogy ez sikerülni fog. Valóban nem volt egy kockázatmentes stratégia, amikor április 6-át követően azt mondtuk, hogy itt az alapokról újjá kell építeni az egész ellenzéki politizálást, és azt választottuk, hogy igenis kiállunk önállóan a saját arcunkkal, a saját programunkkal, a saját üzeneteinkkel a választók elé, és ehhez kérünk támogatást, de ez a stratégia bevált, és úgy tűnik, hogy ez az Együtt PM számára a jövő útja is. Én a kollégáimmal beszélve azt láttam, hogy mindenki tudta, hogy van kockázat ebben a döntésben, de mindenki hitt abban, hogy ez a helyes, és bízott abban, hogy ezt a választók vissza fogják igazolni. Azt gondolom, hogy a Bajnai Gordon szereplése a lista elején pedig pozitívan befolyásolta az eredményeket, ő ezzel egyértelmű tette egyrészt magának a választásnak a fontosságát, és ezzel aktivizálta a mi szavazóinkat, akik elmentek és tényleg ránk szavaztak, és ő nagyon aktívan részt vett a kampányban, át tudtuk vinni az üzeneteinket. Én úgy láttam, hogy az Együtt PM-nek egy nagyon jó, nagyon erős kampánya volt, mind vizuális elemekben, mind üzenetekben, és ez meggyőző volt a választók számára. Át tudta vinni az üzenetet, és tudják képviselni azt, ami az önök programja. Mi az önök programja? Ezt most próbálják elemzők is értelmezni. Most egy baloldali pártra szavaztak a szavazóik, egy liberális pártra, egy zöld pártra, ugye a zöld frakcióba ül be, de az Együtt PM azért így ebben a formában mégsem egy zöld párt. Mi a program? Az Együtt PM választási programja, európai parlamenti választási programja egyértelműen lefektette, hogy mi az a politika, aminek a képviseletére vállalkozunk Brüsszelben. Ez egy egyértelmű elköteleződés Európa mellett, tehát szemben a Jobbik vagy a Fidesz Európától elforduló politikájával mi hiszünk abban, hogy Magyarország helye Európában van, és Magyarország sikeressé csak egy sikeres Európai Unióban tud válni. Ugyanakkor azt is határozottan képviseltük, hogy egyrészt Európa maga számos problémával küzd, és ezekre a jelenleginél sokkal hatékonyabb válaszokat kell adni. Az európai integráció előrehaladása nem jelentheti a nemzetállamok feladását, vagy nem egy centralizált, bürokratizált, föderatív Egyesült Államokban hiszünk, Európai Egyesült Államokban hiszünk, és a választók úgy tűnik, hogy egyetértettek ezzel a helyzetértékeléssel, és azzal, amit mi szeretnénk Európában és Európával csinálni a következő években. Tudom, most fontosabb szempont az, hogy sikerült, megvan a százalékos arány, kijutottak a parlamentbe, hát önnek különösen egy kijutott a brüsszeli parlamentbe, de ott ugye Meszelis Tamás mellett ülhet, ha úgy tetszik, az LMP-s képviselő mellett, egy másik zöld politikus mellett. Ezért kár volt új pártba menni, mondhatná az ember. Nagyon különböző képpen fogják képviselni a saját ügyüket? Hát egyrészt valószínűleg nem ugyanazon a területen fogunk dolgozni Tamással, másrészt az LMP-ből való kiválásunk oka nem szakpolitikai, zöldpolitikai témákban való különbözőség volt, hanem az alapvető különbség abban a helyzetértékelésben, hogy mit gondolunk Orbán Viktor kormányáról, a Fidesz kormányzásáról. Hát meg az összefogásról. Most hogy, ezt így hogy értékelik? Hogy mindent meg kellett tenni annak érdekében, hogy esélyt adjunk az Orbán kormány leváltásának, vagy tulajdonképpen nekünk lehet mindegy, hogy ők maradnak-e kormányon, vagy mások kerülnek kormányra. Mi nagyon határozottan amellett voltunk, hogy bármennyire is nehéznek látszik, mindent tőlünk telhetőtnek kell tenni annak érdekében, hogy esélyt adjunk a kormányváltásnak. Ez nem sikerült, és nyilvánvalóan ez jó néhány döntést utólag megkérdőjelez. Én azt gondolom, hogy a mostani eredmények fényében, bár nyilván a mi lett volna, ha kérdése a politikában nem egy igazán releváns felvetés, de azért megfontolandó, hogy az, amit az Együtt PM mondjuk tavaly nyáron is képviselt, hogy
az egyéni jelöltek szintjén szükséges az együttműködés, és az ellenzéknek egy közös jelöltet kell állítani a lehető legszélesebb összefogásra, és ebben mi szívesen láttuk volna az LMP-t is. Ha ez megtörténik, akkor jó eséllyel nem 10 egyéni képviselői helyet nyer el az ellenzék április 6-án, hanem jóval többet. Ugyanakkor listán mi azt javasoltuk, hogy külön induljanak el ezek a pártok, hiszen azt gondoltuk, hogy a legszélesebb körét a választóknak így tudjuk az ellenzék mellé állítani. Ez különböző okokból nem így történt, ezt már számtalanszor mi is elemeztük itt ebben a stúdióban, gondolom most nem ez az elsődleges kérdés, de az biztos, hogy az április 6-i eredmény láttán mi visszatértünk ehhez az elgondolásra, és azt mondtuk, hogy igenis önállóan kell neki futni. Elsődleges kérdésnek semmiképp nem számít ez ma, de nyilván valamilyen szinten majd nem sokára az lesz, mert hát ezekből a folyamatokból minden pártnak tanulni, megépítkezni kell. Ugye volt április 6-a, azzal az eredménnyel és olyan összefogással, mint ahogy itt volt ez, amikor megmérettek külön, és látszik, hogy van egy erősödő DK, egy meglepően erősödő DK, szerintem ez a legtöbb politológust, elemzőt is meglepte. Vannak önök, akik talán a várakozás felett is szerepeltek azzal, hogy kényelmesen megszerezték hát a pozíciót. És Budapesten számos helyen a és második vagy harmadik egy külön országnak látszik váltunk. Magyarországon ezekkel az adatokkal. Tehát ha ezt így nézzük, akkor nyilván ez egy folyamat, ami mondjuk az önkormányzati választások és a következő majd négy évre meghatározza a pártok mozgását. Ez egyértelműen így van. Nyilván ez egy hosszú folyamat, és amikor mi április 6-án este kiálltunk a színpadra, és azt mondtuk, hogy újra kell gondolni az egész ellenzéki politizálást, akkor nem gondoltuk, hogy itt 6 hét alatt csodát lehet csinálni, és május 25-ére a feje tetejére állítjuk a magyar politikai viszonyokat. Azt gondoltuk, hogy el lehet kezdeni egy munkát, ami valóban ahhoz vezethet hosszú távon, hogy meg tudjuk újítani a baloldal az ellenzék politikai elképzeléseit, programját, arculatát, és ezzel lehetővé válik, hogy 2018-ban a baloldal ne olyan reménytelenül álljon szemben a Fidesszel, mint ahogy most viszont sok baloldali párt lett hirtelen, vagy hát ha önök baloldaliak, meg az LMP is baloldali, akkor nem is tudom. De ezek nem most jöttek létre, ezek a pártok. Igen, de annyiban alakult át a pártszerkezet. De annyiból, igen, hogy önálló eredményük van. Mérhetővé váltak. Viszont a Fidesz megnyerte a budapesti választást is. Ez meg abból a szempontból nyilván zavarba ejtő, hogy azt a fajta ideát, amit a baloldali pártok mindig dédelgettek, hogy Budapest legalább az ellenzéké, azért ezt rendesen felülírta. Április 6-án hát is megnyerte a Fidesz a Budapestet. Erre mondom, hogy nem számíthattunk arra, hogy itt 6 hét alatt csodát csinálunk, hogy itt teljesen átalakul és újraíródik minden. Tehát itt egy folyamat kezdetén állunk. Az látszik, hogy az ellenzéki oldalon vége annak az időszaknak, hogy egy domináns párt uralja az ellenzéki térfelet, és a többiek hozzáigazodhatnak. Kiegyenlítődtek az erőviszonyok, különösen Budapesten az MSZP negyedik, ötödik helyre szorult vissza számos kerületben vagy területen. Ez egy teljesen más politikai teret kínál ez az ellenzéki pártok számára, és azt gondolom, hogy nagyon másképp fog kinézni a következő 4 évben az ez ellenzéki dupla politizálás. Vagy semmi, mert ugye kinézhet ez úgy is, hogy most akkor rengeteg alternatíva van, lehet választani, még úgy is, hogy anarchia van a bal oldalon. Melyikre van több esély, hogy látja? Tehát úrrá tudnak lenni azon, hogy nincs vezető erő például? Nézze, az önkormányzati választás a következő megmérettetés, ott nyilván meg kell nézni, hogy hol tud az ellenzék eséllyel, győzelmi eséllyel fellépni, és ott meg lehet fontolni bizonyos együttműködéseket. Azonban ez a választási eredmény szerintem azt igazolja vissza, hogy egész egyszerűen itt szükség van arra, hogy átalakuljon az ellenzéki oldal, átalakuljanak a pártok erőviszonyai, az ellenzék vezető szereplői. Ehhez időre van szükség, és az a cél, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy 2018-ra ez kiforja magát. Tehát azt látjuk, és pont a országgyűlési választáson létrejött együttműködés, az egylistás megoldás bizonyította ezt, hogy egy ilyen hú, csak fogjunk össze, és abból majd milyen jó dolgok kisülnek jellegű, nehogy véletlenül itt kiderüljön, hogy különböző nézőpontok vannak az ellenzéki oldalon összefogás, ez nem vezet eredményre. Tehát ez a fajta gondolkodás egyszerűen nem tud eredményt hozni. Meg kell
kell hagyni az esélyt, a lehetőséget és az időt, hogy kiforja magát az ellenzéki oldalon ez a folyamat, és létrejöjjenek azok a politikai erők, megerősödjenek, amelyek aztán teljesen más alapokról adott esetben, ha szükséges, tudnak együttműködni, és hogy milyen erőviszonyok mellett ki fogja ezt vezetni, kinek mi lesz ebben a szerepe, ez 2018-ra fog kiderülni. Két politikusra lehetett biztosan tudni, hogy gondolkozik lehet, hogy abba hagyja, hogyha ez az eredmény rossz lesz az Együtt PM-nek. Az egyik Bajnai Gordon volt, a másik Karácsony Gergely. Tegnap este, ahogy láttam a sajtótájékoztatójukat, ez a gondolat ez eléggé távol került. Egy nagyon fontos sikert értünk el ezen a választáson. Valóban az első alkalom, amikor közvetlenül megmérettük az Együtt PM társadalmi támogatottságát, akkor egy általam remélt, sokak által nem gondoltan jó eredményt értünk el, különösen Budapesten. Ez egy olyan eredmény, ami megalapozza a következő 4 év politikáját. Ebből lehet és kell építkezni. Ez egy olyan bizalom a választók részéről, aminek nem lehet hátat fordítani. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek most a teljes erőbedobással azon kell dolgozni, hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk. Önnek gratulálok és jó munkát kívánok Brüsszelben, és köszönöm, hogy ma reggel eljött hozzánk.